Dancing with the Stars egyik legnagyobb meglepetése. Milyen érzések karintek a fejedben, amikor megkaptad azt a bizonyos hívást, hogy te leszel az egyik sztár, aki táncol egy ilyen csinos hölgy mellett? Kérdés nélkül elvállaltam. Ezt a műsor egy nagyon nagy kihívásnak teszem én az én életembe. Szóval tényleg kérdés nélkül elvállaltam és csináljuk. Szerencsére a táncpartnerem profi, meg fog tanítani táncolni. És a szép hölgy mit gondolt, amikor először meglátta a partnerét? Én számítottam rá, hogy kivel fogok találkozni. De miért? Ezt annyit szóltam, de miért számítottál rá? Ezt nem is kérdeztem meg. Azért, mert egyszerűen kilogikáztam, tehát most nem spoilerezhetek, majd az első kisfilmben meg fogjátok látni a helyszínt, ahol forgattunk, és rájöttem, úgyhogy örültem neki. Egy fiatal srác, aki rettentő motivált, és szerintem alakítható, formálható, és tényleg azt látom rajta, hogy ő szeretné ezt a műsort, és szeretne megtanulni táncolni, nem csak a szája jár. Ez így van. GPS Beauty, légy szíves, mondd meg nekem, kérlek, csak átírtam a nevedet. Ja, nem értettem ezt a kódolt pontát. Mondd el, kérlek, hogy melyik táncot várod a legjobban? A tangót, a foxtrotot, polkát? Melyiket vár? Megmondom neked őszintén, hogy semmiket nem tudom, hogy melyik egy műfajok. Nem tudja még, hogy melyik, csak azt az egyet, amit elkezdtük. Te fogsz ebben segíteni. Még ilyen órát a Zsuzsi nem adott nekem ebben, de majd reméljük, hogy lesz egy ilyen óra is. Úgyhogy reméljük, hogy minél több táncot kipróbál. Az biztos, hogy ki lesz próbálva. Karriered üstökösszerűen ível fölfelé. Ugye te is a social médiából indultál most, és itt vagy most a Dancing with the Stars-ban. Nem érzel egyfajta nyomást, hogy most sokkal jobban kell teljesíteni, sokkal jobban kell figyelned magadra? Nem. Ezt tényleg egy szórakozásnak fogom föl, persze, nagyon komolyan föl kell készülni, azt nem lehet ezt szórakozni, de ez egy műsor, ez tényleg ezt egy jó dolognak fogom fölpedni, nem vagyok befeszülve semmilyen műsoron, sohára Istennek. Ez egy jó tulajdonság, mert nem vagyok általában befeszülve, meg lámpalátom sincsen. Ez egy előny. Viszont a táncolás, nem tudás, az nem előny, úgyhogy ezt meg kell tanulni még, igen. Kisasszony, jósoljon valamit, ön már jutott döntőig. Mennyi esélyt ad annak, hogy GPS Beauty-val PSG Beauty-val... Elájulom. Reméljük hashtag lesz, hogy igen. Szerinted meddig juttok el? Te úgy mire tippelsz? Ugye én nem szeretnék jósolgatni, tehát ez... Ne kiabáljuk el, de jó lesz. Mondd, hogy finálé. Döntözni fogunk, ennyi. Ennyi, igen. Köszönjük. Nagyon szépen köszönöm, kéz- és lábtörést, mindenki táncol. Mindenki. Az biztos, főleg mi. Sziasztok.